Na, sziasztok srácok, itt végismerve egy újabb videóba, és a mai videóba egy reakció videót hoztam el nektek. Méghozzá egy Pumba videóra fogunk reagálni. Ő nagyon-nagyon jó videókat csinál, szóval ha érdekel a csatornája, mindenféleképpen csekkoljátok. Link ott lesz a leírásba, hogyha nem felejtem el, de ha elfelejtem, akkor jelezzétek nekem kommentbe, hogy buta vagy és elfelejtetted, és hogy tedd oda azt a linket. Én most el fogok utazni másfél hétre körülbelül, szóval addig nem várhatóak nagyon videók, ha igen, akkor valami ideiglenes laptopos megoldás, amire kicsi esélyt látok, mert amilyen laptopot kivisztek magammal, hát az botrányosan gyenge, de remélhetőleg tudok onnan is feltenni videót. Sajnos előre videót nem tudtam felvenni, mert hát megkaptam karácsonyra a Rainbow-t, és tegnap egész nap a Rainbow-t nyomtam haverokkal. Sorry. Szóval nincs előre felvett videó, viszont remélhetőleg ott tudok felvenni egy-két videót, és azokat fogjátok tudni nézni. Viszont én azt mondom, hogy vágjunk bele ebbe a videóba, hisz elvileg ez egy érdekes videó, és elvileg még hacker is van benne. Az Indescape nekünk ezt mondja. Én a hackereket nagyon-nagyon kíváncsian várom, mert a Brewster nem lehet meghackelni, vagy csak nagyon nehezen. Szóval inkább nézzük a videót, ne húzzuk a szót. Ó, szerintem... No, talán nem túl hangos, de... Igaziból a hangra olyan nagyon nincs is szükség, szóval ilyen hangosan szerintem elég lesz. Na nézzük. Hát ez elég menő volt. Ez elég menő volt, jösszítő, szóval, hogy ment, repült és... Ez 200 IQ. La, itt a labda nextek, mire Eger Sebré bedobja a labdát, aztán rádobja az ultit, boom, és mindenkit lekapott, wow. Egyelőre jól kezdődik ez a videó, mindenféleképpen érdekes. Egy lemaradtam, hogy mi az érdekes, de szegényke. Szegény picitik. És pont megmozdul, és pont vele sétál. Hát igen. Az szép volt a Jean részéről. De szerintem nem egészen tudatosan csinálta, csak reménykedett abban, hogy történni fog valami csoda. De ha tudatos volt, akkor nagyon szép volt. Dynamite, not bad man. Na nézzük. A bull a 300 IQ-s trükk, ami nem jött össze, de legalább utána gólt lő. Ez a bull egy zseni, nézd meg, és oda passzolja neki. Ha ezt tudatosan csinálta valaki, ó, közben ha a lábammal ugrálok, akkor remeg az egész asztal. Lehet kéne egy jobb asztal. Na mindegy, nézzük a továbbiakban mi fog történni. Egyelőre azt látjuk, hogy a Frank az áll egy helybe, üt mindenki, és már jön is a váróvált. Reklám, nem tudom milyen tankos játék, de játsz vele. Biztos jó, és elég volt ennyi ebből. Na folytassuk inkább tovább a videó. Öngól izon, Bibi ulti izon, majd a Shelly azt mondja, hogy győzelem. Na nézzük a új Max-et, Max plusz B plusz Róza, megy a szuper gyors team, majd egy gyönyörű passzal mennek tovább. Van még itt kell passz? Nem, hisz a Róza öngolt lő, minek tovább passzolni, ha az ellenfél megoldja helyetted a mérkőzést. Szegénytik ulti. Wow! De ki az, aki csapattárs, vagy értitek? Szóval valakinek zöldnek kell volna lenne neve, de senki nem volt zöld. Ja, de ott a zöld, csak nem láttam a Bibit, vagy visszajelző? Nem. Hát igen, ezt a híjel miatt valószínűleg meg fogja nyerni a kis Bibikénk, mert okos volt, és a viharba maradt inkább. És így meg is nyerte, szóval GG haver, sajtikó, szép volt. Mekkora trick shot, mekkora, de nem csak luck volt. Szóval ez egyértelműen luck volt, és nem pedig skill. Na nézzük, átugrod. Megfogja, és... Igazából ez is inkább luck, mint skill. Szerintem alapból jól játszik a csávó, nyilván, de... Itt mi volt a durva, kicsit lemaradtam, na mindegy. De vár, elvileg látnia kéne ultitás közben a Leont közelről, nem? Legalábbis régen biztos, hogy láttad, ott lehet, hogy volt valami balansz, amiről nem tudok. De elvileg a Leont látod, miközben közel vagy és ultizik. Na nézzük! OMG, mit tudsz? Mindenki hílelődik, de csak a Dynamite nyerheti meg ezt a mérkőzést. És a Tick lekergette ezt a szerencsétlen pokót a világ végére, és emiatt nem talált be a Jin ult, és emiatt élte túl, mert a Tick ulti betalált, szóval... Szóval nem panaszkodhatsz.
Egyelőre elég sok focisat látunk, meg elég sok ilyen viharban kempelést, és bejön a Bibi, és megcsinálja a fiú. Szép volt. Ez nagyon-nagyon szépen ki volt kalkulálva, ez tényleg gyönyörű volt. Na nézzük, itt is meg fog születni a gól, de mindig ebbe a kapuban van a gól amúgy, srácok. Észrevettétek, hogy a másik kapura sose lő senki gólt. Szóval ez azt jelenti, hogy a csapat lő a gólt, és nem az enemi. Csak így jelzem. Én is tudom. Jó, egyelőre érdekes amúgy, szóval... Na, amúgy ez szép. Ilyen már sokszor láttam, csináltam is, nem Crow-val, de El Primo-val, és ilyen van, ez valid. Most már nem egy akkora nagy trükk, régen ez tényleg nagynak számított. Most is szép játék, de ez már egy megszokott a dolog. Hát figyelj, kedves reklám. Igen. Ú, és igen, a Shelly, amikor megszakítja az ultirat, annyira idegesítő. Hú, elmondani nem tudom, mennyire nem szeretem, amikor se... Ha ebből látsz, hogy autótokos a csáva, ami folyton mellélő. Ez egyértelmű autótok. Nézd meg, mindig hátam élő. Ez a Rico olyan szinten autótokolt. Olyan szinten. Hát igen, amikor bemegy a hordók, hordója, majd tovább is megy, és végül belövi a gólt. Ilyen hordókkal szeretek egy csoportban lenni. Közben mutatom, hogy lehet, vannak létezők Nándor Royale spólok. Figyeljetek, felemelkedek. Csoda. Csoda. Amúgy, ha szeretnél te is ilyen menő Nándor Royale spólok, mint ami rajtam van, akkor link a leírásba. Saját termékek néven megtalálod, közben újra eltűnök. Kb. Ilyen magasságban. Hú, ezzel nem bírom, amikor dölöngél a pályás, srácok, én attól elszédülök. Hú, én ezt érdésre bírom, inkább elfordna. Hú, annyira. És kiszámíthatat, nem, ez a dölöngélés számomra borzalmas. Ezt én nem bírom feldolgozni. Gratulálok, megnyertétek. Na nézzük továbbiabban, mi fog történni. Egyelőre azt látjuk, hogy 4 másodperc van hátra, és megy a nagy gyilok, és így meg tudták nyerni, hatalmas comeback. Közben az ellenemi team nagyon-nagyon kapja a hitet a Jesse-től, olyannyira, hogy ki is végzik őket elég szépen, és így már 4 Power Cube-ban rendelkeznek, de mennek tovább. Itt is mindenkit bedarál a Jesse Moose. Reklám következik. Reklám átugrás történt. És már 10 Power Cube-ban rendelkeznek a srácok, közben ismét focát látunk, az El Primo megy be, mindenki hát a mögé, meg is hal, de közben a Mortis azt mondja, hogy igen, ti az El Primo-val foglalkoztok, én viszont lehozom a meccset, szóval GG ez. Nézzük, hogyan fog folytatódni ez a videó, 3 Power Cube-os team, illetve 9 Power Cube, sőt, nem is, hanem 18 vs 3 Power Cube, ami nem hangzik túl jól, szerintem senkinek, de a Dynamite tökéletes ulti, így a Leon el is pusztult, majd a második ulti már nem olyan tökéletes, de az sem volt egy rossz ulti. Nézzük, hogyan fog folytatódni. A Mortiska megy előre, 16 Power Cube-os Bibi one-shotolgat, de közben ott a viharba a Crow, aki vár arra, hogy bejöhessen ultival, majd megöljön mindenkit és megnyerje a mérkőzést úgy, ahogy annak lende és móddal szerint kell történnie. Szóval folytassuk a videót, nézzük, hogy közben a 3 Power Cube-os Dynamite, illetve a 2 Power Cube-os Colt mit tud kezdeni egy 13 Power Cube-os team ellen. Úgy néz ki, hogy semmit, de a Dynamite csodának köszönhetően valahogy OP és megöli a Leont. Megint az a dölöngélős pálya, készültek fel, hogy el fogtok szédülni, srácok. És igen, a saját maguk hibája miatt kikaptak. Ugye ez egy match point volt, szóval, hogyha bármelyik beviszi a gólt, megnyerte volna, csak ők eldobták saját magukat a doboz. Ez micsoda? Ez micsoda? Kérem. Itt így könnyű játszani. Így nekem is menne a játék. Most nem érzem túl igazságosnak. De minden, nézzük, hogyan fog folytatódni a mérkőzés. Ilyen pillanatban itt egy Piper, aki ultival gyönyörű ment és csinál és él is. Ez a El Primo skin, ez zseniális, ezt most látom először. Ez zseniális ez a skin. Ez a legjobb. A Leon skin nem olyan jó. Ez az El Primo skin, ez nagyon-nagyon-nagyon vicces. És nézd meg, a 16 Power Cube-os El Primo mindenkit le fog darálni, és már meg is nyerte a mérkőzést úgy, ahogy ezt meg kell. Megy az El Primo be, de közben már az 8-bit dará és a Bull-t autóatakkal, így a Primo könnyűszerrel túléli, a Bull elmiszi az ultit, de a Rico fut előre, majd velveszik, de a Dynamite azt mondja, hogy nem, ti nem mentek sehova, ez kell nekem már is, és elindul szépen, és egy hatalmas passz után egy gyönyörű gól, és ennek okán 1-1 helyett 2-1-jel végez a
jobbik, magyarok fel a Big Team, döntsétek el ti. Közben érjük itt egy Brock, bár egyelőre még a hackert nem láttuk, amit ígértek nekünk, de remélhetőleg nem sokára meglátjuk az igazi hackert is. Prókat láttunk, de hackert még nem. Hé, hód, nem akarsz tovább olvasni? Na de nézzük, hogyan fog folytatódni ez a mérkőzés, 5 power cube-os, wow, nagyon-nagyon rossz helyen van, a Bull meg a Bibi már sokkal-sokkal jobb helyen van, aki középen van, az borzalmas helyen van, sőt, a Bibi van igazából a legjobb helyen, egészen eddig a pillanatig, most már azért a Bong sincsen rossz pozícióban, de nagyon-nagyon sokan jönnek rá, de az ultia ott van és robban rá az emberekre, a kedves Bika meg kimegy a viharba, így könnyűszerrel meg tudja nyerni ezt a mérkőzést. Srácok, csak azt akarom mutatni. Ja, még ennek vége van? Ja nem, hogy lehet beküldeni a klippeket, viszont azt mutatja. Viszont ha tetszett, amit láttál, akkor iratkozz fel, dobj egy lájkot. Én Nándorjá voltam, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy ma itt voltál velem. Remélem, élvezted ezt a videót. Ha igen, mindenféleképpen iratkozz fel, és nincs olyan bónuszklip amúgy? Nincs bónuszklip. Szóval, ha tetszett, akkor mindenféleképpen iratkozz fel, dobj egy lájkot. Én Nándorjá voltam, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velem. De ha igen, akkor tudjátok, fel lehet iratkozni, még mindig állat ünnepeket kívánok neked, ti meg kívánjátok azt, hogy ne törjem össze magam a síelésnél, meg snowboardozásnál. Illetve én annyit szeretném mondani, hogy remélem finom vagy itt a beigli. Volt beigli, srácok? A karácsonyi vacsoránál? Ugye volt beigli? Nem volt? Volt, ugye? Jól van. Szóval egyél finomat, mint el szoktam mindig mondani, aludj jól, tanulj jól, legyél szorgalmas, kitartó, bátor és erős. Sokat kívánok jót. Cserébe annyit kérek. Nyomd meg azt a feliratkozást. De jól. Fel vagy már iratkozva meg? Hol a like is? Na, like plusz sub. Kösz. Hello, pacsi neked. Aludj jól.